Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy általános jóslás. Ezt a jóslást én sorskerék jóslásnak nevezem. Itt forog ez a kerék, mint egy óra, és mindig eljön az ideje annak, amikor van egy sorsdöntő változás, vagy találkozás, vagy vannak sorsdöntő döntések. És azt, hogy melyik életterületen éljük ezt át, majd azt mutatják a kártyák. Asztrológiailag Szaturnusz bolygó befolyásolja a sors utunkat. Ott, ahol Szaturnusz bolygó mozog, mindig vannak sorsdöntő események, találkozások, döntések, változások. Itt most a kártyáknál nézzük ezt meg. De mint említettem, ez egy általános kivetés. Viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a sorskerék jóslást, akkor az személyes. A díjam 4000 forint. Ha ehhez a jósláshoz kéred az asztrológiát, a védikus asztrológia szerint, ami nagyon precíz, akkor a díjam így együtt 10000 forint, és akkor megnézzük azt a horoszkópodban, hogy hol van ez a Szaturnusz mozgás, melyik életterületen éled át ezeket a sorsdöntő eseményeket. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt a gólyák jelentik a változásokat. Ez lehet egy munkahelyi változás, ez lehet egy költözködés, ezek lehetnek változások a baráti kört illetően, vagy a párkapcsolatot illetően, de lehet, hogy megváltozik a külsőd, vagy a hozzáállásod. Képzeld el úgy ezeket a változásokat, hogy itt vagy középen. Vagy ha a keresztet figyelem, akkor is itt vagy a kereszteződésnél. És most elgondolkodsz azon, hogyan tovább. Itt vannak az utak, itt van több lehetőség, több irány. A kereszt is ezekre a változásokra utal, hiszen elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. Az utak ugyanezt jelentik, itt is elgondolkodsz azon, melyik irány fontos számodra. Persze az is lehet, hogy valami vagy valaki útban van hozzád, és itt a kereszt jelentheti a hitet, vagy azt, hogy a sors utatok kereszteződik. A medve jelentheti az élet erődet, de a belső erődet is. Higgy abban, hogy minden úgy alakul, ahogy te ezt elképzeled. Ez a medve lehet egy személy, akinek szava van, aki befolyásolja ezeket a döntéseket. Itt megjelennek az egerek. Ott, ahol az egerek vannak, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. A gólyák is jelentik a változásokat, tehát lezárul valami, és akkor lesz egy új irány, egy új út, új lehetőségek. Itt a lilium virág, az jelenti a tisztaságot.
tiszta érzelmeket, tiszta gondolatokat, vagy azt, hogy tisztázódik valami. Itt a koporsó, az lehet egy bizonyos helyzet, amikor nem mentek előre a dolgok. De szerencsére itt vannak a közelben az egerek, és eltávolítják a koporsót. Eltávolítják ezt az élet szakaszt. Itt vannak a változások, az utak, a döntések, az erő, és itt tisztázódik valami. Ez a koporsó lehet egy régi esemény. Például, hogy valaki visszatér a múltból, mert hiányzol ennek a személynek, gondol rád, lesznek változások, útban van hozzád. Itt ez a kasza, ez el tud vágni valamit, például a korlátozásokat, vagy ezt az időszakot, amikor nem mentek előre az események. Az egerek jelenthetik azt is, hogy vannak félelmek, hogy elveszítesz valamit vagy valakit. Ebben az esetben a kasza eltávolítja a félelmeket. Amit a kasza még jelent, hogy történik valami, amire nem számítasz, lesz egy meglepetés. És ez a meglepetés az otthonnal, a családdal áll összefüggésben. Ez a ház jelentheti a te otthonodat, hogy valaki meglátogat téged, útban van hozzád, lehet az ő otthona, hogy lesz egy meghívás, és te vagy útban hozzá, lehetnek régi barátságok, hogy valaki meg akar látogatni téged, vagy lehetnek családi kapcsolatok is. Az is előfordulhat, hogy az egerek eltávolítják a házat, sőt a kasza is segít ebben, hogy valami itt lezárul, a koporsó lezár bizonyos dolgokat, és ebben az esetben a gólyák jelentik a költözködést. És itt van az erő hozzá, itt vannak a döntések, és ez a szép környezet. Ha ez a terved, akkor itt minden nagyon jól fog alakulni. És ez volt a sorskerék jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy annak is örülnék, ha meglátogatnál a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!